A Puskás Intézet 2011 óta gyűjti a legeredményesebb, legismertebb magyar labdarúgókkal kapcsolatos relikviákat. Az emléktárgyakból összeállított kiállítást már láthatták többek között Angliában, Skóciában és Görögországban is. Szerdán Nyíregyházán a Continental Arénában nyitották meg a folyamatosan bővülő tárlatot, amely az aranycsapat játékosaihoz kötődő tárgyi emlékek segítségével idézi fel a magyar labdarúgás legdicsőbb éveit. Hozzánk került ugye Puskás hagyaték, a Buzánszki hagyaték, Grosics hagyaték, és így szépen lassan elkezdtük gyűjteni a dolgokat. Volt, ahonnan teljes hagyatékot tudtunk venni, de volt, ahonnan bizony darabonként szedtük össze az országból, hozták gyűjtők, utána jártunk, külföldről szereztük be ezeket, és folyamatosan érkeznek a mai napig is ezek a tárgyak. Most éppen a Bozsik családtól kaptuk meg egy évre, hogy be tudjuk mutatni ezeket kiállításokon, és hát hol máshol kezdhettük volna ezt, mint a Bozsik Akadémia városában, Nyíregyházán. A sportért felelős államtitkár szerint fontos, hogy a múlt értékeit megismerjék a mai fiatalok, akik építkezhetnek a korábbi sikerekből. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt közelebb hozzuk, úgymond a jövő generációjának is, hiszen azok az emlékek, amelyet mi az édesapáinktól, nagypapáinktól hallhattunk mindig, azok most itt vannak, megelevenednek, és közelebb kerülnek hozzánk. Mindenki nagyon szereti a futballt, a jó focit, és bizony 1950-től 54-ig veretlen volt az aranycsapat 4 éven keresztül az egész világban, és ez óriási teljesítmény volt azzal a hittel, azzal a akarattal és küzdeni tudással, amivel ők rendelkeztek, egy igazi közösséget alkottak, és a foci most is közösségteremtő erő. A kiállítás megnyitóján ott volt az aranycsapat legendás játékosának, Bozsik Józsefnek fia, a korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter is. Nagyon sokszor láttam már apró részleteiben különböző relikviákat az aranycsapathoz kapcsolódóan, de azért így egybe egy ilyen kiállításon ez az első alkalom. És hát azt kell mondjam, független attól, hogy ugye gyakorlatilag én bizonyos életem ebben ültem föl, de azt kell mondjam, hogy tényleg nagyon jó érzés, mert azt gondolom, hogy azért az aranycsapat a magyar kultúra, de mindenképpen a sportkultúra meghatározó része, egyfajta hungarikum. Az aranycsapat kiállítás április 10-ig tekinthető meg a Continental Arénában. A tárlat a következő hónapokban Horvátországban és Macedóniában is látható lesz, az év végén pedig Brazíliába is eljut az aranycsapat emlékét bemutató kiállítás.